két magyarral a soraiban nyerte meg az amerikai NAIA labdarúgó bajnokságot a Missouri egyetemi csapata, CMU Eagles, a hős a döntőben a büntetőlő kapus Gelei Vince csapatkapitány volt, mellette Száraz András is ott játszott már ebben az idényben, kettőjükkel beszélünk ennek a sikernek az értékéről, jó reggelt kívánok, szépen. És gratulálunk. Vince, lehet mondani, hogy te lettél a bajnoki döntő hőse, ha az ember egy 11-es párbajban hárít, akkor azt kell mondani, hogy igen? Köszönöm, jó lesik. Én erre nem szeretnék így gondolni. Én azt gondolom, hogy ez az egész csapatnak az érdeme az, hogy idáig eljutottunk. Valóban a döntőben sikerült uh, igazán jó szerepelnünk, és nekem is sikerült két büntetőt kivédenem, de ez, ez csapat. Érzésre mentél, vagy statisztikából dolgoztál? Statisztikából, és van egy um, fajta móda, hogy én védem a büntetőket, úgyhogy ezt nem... Feltétlenül osztanám meg, de, de ö, arra hagyatkoztam. Értelek, tehát az a lényeg, hogy a statisztikát is használod, tehát lepörgeted a fejedbe, de van más szempont Én is. Van. A megérzésnek is van szerepe adott esetben, figyelve a másiknak mondjuk a pszichológiáját, vagy a pillantását, bármit mozgását. Értem. E volt nagy ünneplés, azt ne esélyétek el, hogy abban a közegben hogyan adják meg a módját ennek, hogy elérnek egy ilyen hőn áhított célt egy, egy, ilyen egyetemi csapattal. Abszolút, tehát nagyon, nagy, nagyon jó fogadtatás várt minket, amikor visszaérkeztünk az egyetemre. Hát azt nem is kell mondanom, hogy útközben rendőri felvezetést kaptunk, és úgy értünk be magára az egyetemi térre a kampuszra, ott körülbelül én azt mondom, hogy nem hazudok, ha azt mondom, hogy egy ilyen száz diák várt minket, tanárok, diákok, edzők, akik ünnepelték a sikerünket, és emellett rendeztek számunkra egy bankettet is, amin az egész iskola képviseltette magát. Ott szerintem egy ilyen 300-400 ember gyűlt össze azért, hogy minket ünnepeljem, és az iskola elnöke azért, mert mi elértük ezt a nagy sikert az egyetem számára, január 30-át tanításmentes nappá tette minden diák számára. Ez a ti tiszteletekre, tökre, ezek szerint egy tanítási szünet, és arról azért még egyőre ne beszéljünk, hogy a vizsgákon ebből nem lehet majd átvinni, igaz? Hivatalosan erről nem nyilatkozhatunk, nem hivatalosan, én nem tapasztaltam olyat, hogy mondjuk nem kellett volna vizsgáznom, de Andrást is nyugodtan megkérdezheted erről. Én, én kicsit más kaliber vagyok, mert én egy mesterképzést végzek kint, tehát nem alapsziképzésen vagyok. Számomra volt mondjuk olyan, hogy egy-egy beadandót nem kellett megírnom erre való tekintettel, de alapvetően én azt mondom, hogy azért teljesíteni kell a tanulás. Világos alapvetően azért focival nem lehet át átviselni az igen. egyetemi éveket. Egyébként te Vince biztatására döntöttél a váltásról? Igen. Uh, egykori játékos társakként. Abszolút, abszolút. Én voltam szerintem tipikusan az, és vagyunk egy páran így a magyar futballban, akik uh, pont nem fértek mindig oda, mondjuk egy első csapathoz. Én nagyon sok időt töltöttem Újpesten, mindig vártam, hogy eljön az én időm. Egyszer sikerült pályára lépni a felnőtt csapatba, de igazából a komoly sikert nem tudtam elérni. Uh, és igazából ez egy nagyon jó lehetőség volt számomra, hiszen én mindig, előnyben részesítettem a tanulást ö, is a labdarúgás mellett, és jött ez a lehetőség, és ö, nyilván Vince egy nagy motiváció volt nekem, hiszen 17 éve a legjobb barátok vagyunk, úgyhogy bíztam, bíztam, az ő tanácsaiban is, és ezáltal úgy érzem, hogy jó döntést is hoztam a kimenetellel. Mert hogy Vince, ezt a döntést kicsivel korábban hoztad meg, és ezzel kapcsolatban te azt már mondtad, hogy ahogy te fogom azt hogy otthon mindig falakba ütköztem, amikor a focit és a tanulást, a tanulmányomat akartam összeegyeztetni és összehozni. Milyen falak ezek? Ugye itthon, hogyha az ember egy szint fölött szeretné művelni a labdarúgást, akkor fizetést kap érte, profivá válik, és nem tudom, euh, meg tudom érteni a klubokat is, hogy ugye amikor edzés van, amikor mérkőzés van, akkor ott kell lennie egy játékosnak az edzésen és a mérkőzésen, hiszen ő ezért pénzt kap, ezért fizetik. Viszont a magyar fiataloknak sokan már 16 évesen, 17 évesen ott vannak az első csapatnál, és döntést kell hozniuk a jövőjük, jövőjükkel kapcsolatban. Na Bocses, most Meg te azt mondod, tehát, hogy ezt a, hogy az időbeosztásban menetlen, szóval ezt valahogyan sokkal jobban kellene tolerálni ahhoz, hogy, hogy nem valóban intelligensebb labdarúgó kultúránk alakuljon ki? Kint ez elképesztően össze van egyeztetve. Uh -huh. a, természetesen a tanulás az első, tehát azért megy ki az ember, ezt el is mondják az edzők, hogy Első a tanulás, és amint az megvan, amint az rendben van, onnantól kezdve jön a foci. Tehát a tanulás nincs rendben, akkor a foci sem lesz rendben. Különböző szabályok vonatkoznak erre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a koncepcióban van a különbség. Uh -huh. Kint ez, ez nagyon jól tud együttműködni, míg itthon legtöbb esetben ez döcögös. Pedig akkor állíthatjuk azt, hogy normális esetben, hogyha erre nagy hangsúlyt fektetnének, akkor akár ez működne, működhetne itthon is profi, NBA 1 es szinten, hogy egy fiatal ember komoly tanulmányokat tud folytatni, és mellette komoly profi labdarúgóvá lesz? Én azt mondom alapvetően, hogy igen. Tehát nem kéne sok mindent feláldozni ahhoz egy egyetemnek, hogy mondjuk tudja tolerálni azt a sportot, azt a hiányzás mennyiséget, amit mondjuk egy sportoló megkíván és ugyanúgy a klubcsapat is szerintem tudna annyiban alkalmazkodni egy felsőoktatási intézményhez, hogy ez a kettő kiegészítse egymást. Nyilván itt fontos ugye a sportolóknak is a szerepe az egészben, hiszen egy sportoló tényleg rájátszik azokra a kiskapukra, amit mondjuk egy tanulmányi lehetőség kínál neki, hogy mondjuk talán nem menjen be éppen edzésre, vagy éppen egy órát hagyjon ki, akkor ez, ez nyilván gátakba ütközik, de alapvetően én azt mondom, hogy ez... Meg lehetne valósítani. Meg, meg lehetne valósítani. Esprés. Nézzük ennek a, a sikernek az értékét, meg a, a presztízsét, meg az erejét. Tehát, hogyha a ti csapatotokat mondjuk elhelyezzük a magyar labdarúgásba, akkor milyen szinten kell elképzelnünk akár a körülményeket, a felkészülést, meg egyáltalán a csapatnak a tudását? Én azt gondolom, hogy a mi legjobb játékosaink, említenék, mondjuk akár csak a, egy kirívó példa, Adrian Gutierrez, egymás után két évben, az egymás követő két év, második évben lett az évjátékos egész Amerikában. Azért ez sok mindent elmond, ekkor a kontinens, több mint 250 egyetem tartozik a zenéjá égisze alá. Ehm, én azt gondolom, hogy ő akár az nb 1 be is megállná a helyét. Ehm, viszont természetesen vannak olyan játékosaink is, akik nem képviselnek ilyen szintet. Úgyhogy azt gondolom, hogy csapat szinten egy olyan MB2 középmezőnybe tudnánk tudnánk elhelyezni, ami a körülményeket illeti. Én azt gondolom, hogy ez MB1-es csapatokat megszégyenítő körülmények vannak, kezdve az orvosi feltételektől, az edzők, erőléti edzők, konditermi felszereltség. Úgyhogy semmi panaszunk nem lehet, és minden azért van, hogy mi tudjunk teljesíteni. És ugyanez igaz akkor az edzők szakmai szellemi felkészültségére is? Én azt mondom, igen. Nálunk egy amerikai edző volt, a vezető edző. Őt segítették brazil, kolumbiai és szlovák szakemberek is. Azt mondom, hogy ez általános. Tehát ugye Amerikában ott még sokan gondolják, hogy a labdarúgás gyerekcipőbe jár. Azért én azt érzem, hogy már sikerült felzárkozni szakmai szinten is és egyértelműen nagyon jó szakmai képzést kaptunk mind edzéseken, mind akár a taktikát véve a mérkőzéseken. És végül beszéljünk ennek az egész dolognak a kifutási lehetőségeiről. Ti, akik számára fontos az egyetemi diploma, eközben a futbalt sem szeretnétek elhanyagolni. Van ez a liga, van ez a bajnokság, Innen, ha ott akartok maradni, akkor milyen ambíciókkal vághatok neki a következő éveknek, ha arra gondolok, hogy NCAA, vagy arra gondolok, hogy MLS, tehát hogyan vezet ebből a ligából fölfelé az út, milyenek a tapasztalatok? Ugye mivel még nem értünk oda, tehát még egyikünk se végzett az egyetemről, ezért pontosan nem tudjuk az életpályát, illetve a karrier utat az edzőinktől azt az információt, tehát le lehet draftolni játékosokat, ez ugyanúgy működik, mint kosárlabdától kezdve amerikai fociban draftolják a játékosokat. A bevett szokás az az, hogy az NCAA-ből draftolnak, mivel ugye kint Amerikában is van olyan szabály, hogy egy adott csapatban X légiós szerepelhet, és az nba ban lége, lényegesen több légiós van, itt szabálykülönbségek vannak, viszont az nba ból is nyitott az út az MLS-be vagy a USL-be, ugye az amerikai másodosztályba. Úgyhogy a legjobb játékosoknak egyenes az út oda. Hát én akkor további sok sikert kívánok nektek, és hát kívánom, hogy egyszer azért Kolondvágyból majd még haza is térjetek focizni hátra. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.